újabb egy játéktár volt, ezután egy kisebb indie játékot bemutatva. Mely nem más, itt a Braid, vagy nem is tudom, olyan kejteni játék, mely így indul, érdekes hangulatos világgal, amelyben szólnak, hogy ezt kell meg tudjuk nézni a játék menüjét. Aztán pedig az első nagyvilágra tudunk betérni, ugye egyelőre csak ez a kettő. Puzzle áll rendelkezésünkre, ugyanis ez a World 1 igazából nullának kéne mondani, és itt van a második pályam igazából az első, de hát ez legyen a baj. És mindig jelzi a játék, hogy mit kell csinálnunk, tehát puzzle kör lesz szó, és hogy pontosan mit kell megnyomnunk az eléréséhez. Tehát, és egy ötletes dolog, sokszor vicces dolgok is jönnek ki ebből, és így be tudunk menni az ajtón a World-be, World 2-be. Itt pedig megkapjuk az infókat, a történet igazából nincs, hát vicces történet van, de annyira nem érdekes. Itt láthatjátok a négy pályát a World-ön belül, tehát a nagy fejezeten belül. Pedig a konkrét pálya, nagyon hangulatos a zene, olyan, mintha megyében lennénk egyébként. Na, látjátok, itt van Spacebar, ugrani kell, tehát ez is ötletes és egyben vicces. A másik érdekes dolog, ezt figyeljétek, leesett. De shift-tel vissza tudjuk fordítani az időt, alá max pain, vagy alá leginkább ugye a... harmadik Hunt pályára. Hoppa. Most ide Hunt pályára egy zongorást választottak, ez egy érdekes, nem? Hmm.
visszapörgetjük. Mert akkor még a zene is visszapörög, az a vicc az egészben. Na még ilyenkor újra is élesztetjük az ellenfelet, látjátok? Nem tudom, akkor itt is tudom, hogy nem tudok oda fölvenni. Szóval igazán értem. Na, ez egy egyszerű játék egyébként, de sokkal... Nekem még élvezetesebb volt valamilyen... Jó, valamilyen szinten, mint a... Capsize. Úgyhogy... Nem baj, játszok még egy pályát. Leap of Faith. Érdekes, hogy néha ilyen somorú drámaias zene van ebben a játékban. Ja, ez egy eléggé trükkös. Rá kell ugrani, úgy látszik. Na, de erre hogyan? Ha. Nekem az a puzzle. Máshogy esünk. Hoppá. Hát, hogy meg rosszul esünk. Hát, mostában úgy látszik nehéz megszerezni a puzzle-öket. Aztán mégsem. Hát ez érdekes, hogy az a négy az rohadtul nem ezt a humoros vonalat követi. Franca. Hát ezt nem hiszem el. Nem tudok fölvenni oda. Hihetetlen, ezt kérem szépen. Érdekes egy játék. Mert a zené az rohadtul nem vicces, szóval hát, de akkor ezt sem tudjuk még megszerezni. Oh, franc. A lényeg a videó között, hogy összeadjuk a puzzle-t, meg legyen az összes. Hoppá! Ellenfél. Meg legyen az összes puzzle darab. És egy perc tovább isünk közben. Igen,
kíváncsi, nekem meg kéne szerezni az összes puzzle-t. Na. Hát, nem nagyon akar összeállni a dolog. Továbbra sem, hogy látom. Nem jönik össze. Nem tudom, valahogy nincsen szerencsénk. Még egy csomó hiányzik. És hiányzik. Na, a lényeg az, hogy az játék tényleg hozott valami újat ebbe a zsánerbe, ami azért nehéz ma már, főleg Torchlight mellett, egy Capsize mellett, amely az akciót vitte, a Torchlight inkább a logikát. Ez a változat ennek a platformer 2D stílusnak pedig gyakorlatilag a humort, az érdekességet, az egyediséget, a hangulatot hozta el, meg hát a logikai dolgokat szintén, csak nem olyan erős mértékben azért, mint a Torchlight 1-2. És nem kihasználva a fizikát. De ennek ugyan megvannak az érdemei, ahogy ennek az előzőbb említett 2-3 játéknak. Úgyhogy adottak egy 91%-ot. Remélem nektek is tetszett. Hát a Metacritiken is 90 körül áll, illetve a nézők, pontosabban a játékosok is imádják. Ez egy most már 4 éves játék egyébként, csodálom, hogy nincs folytatása, hát nagy siker volt. De hát majd csak lesz. Én akartam mondani mára, sziasztok, búcsúzom tőletek.